Megőrizte 4.-5. helyét a magyarországi egyetemek rangsorában a Pécsi Felsőoktatási Intézmény, így értékelte a ponthatárhúzás után az oktatási igazgató csütörtökön. Lengvárszky Attila szerint azért lesz teendőjük a PTE népszerűsítésében a következő időszakban. Igaz, hogy az érettségizőknek 40-45%-a nem a Pécsi Tudományegyetemet választja, akkor van teendők e tekintetben, de van teendők a térségfejlesztés tekintetében is, és itt a Pécsi Tudományegyetem az új rektori vezetéssel, ha szabad egy év után is még ezt mondanom, nagyon komoly tervekkel rendelkezik a tekintetben, hogy egy olyan versenyképes régióvá, várossá, megyévé emelje a környezetet, hogy a fiataloknak ne legyen kedve elmenni. Az orvosi karra idén 423 ponttal lehetett bejutni. Ez alacsonyabb az országos átlagnál. Általában így szokott lenni, hogy a Pécsi Tudományegyetemen ezt a munkamegosztást tölti be a pécsi orvosképzés. Jelentős számú hallgató, több mint 200 hallgatót vettünk fel. Általában itt is cél a kapacitás maximalizálása, és miután a pontszáma ez automatikusan rendelődik, ez némi automatizmust is jelent. Azonban idén magasabbak voltak a pontszámok általában a több jelentkező miatt, mondja az igazgató. 50 szakon csak 400 pont fölött lehetett bekerülni Pécsre. Az osztatlan tanárképzés, a jogász, a pszichológia, a gazdaság és menedzsment képzésre, mérnök informatikus szakra kerültek be a legtöbben. Az általános felvételi eljárásban 5300-an kezdik meg tanulmányaikat. Ehhez jönnek még a pótfelvétel is és a külföldi hallgatók. Így 7000 új elsős kezdi a szemesztert szeptembertől a Pécsi Tudományegyetemen.